Mozart dallamok töltötték meg szombat délelőtt a Megyeháza dísztermét. A Fantázia Bérlet negyedik előadását közönség nélkül, de kamerák előtt játszotta a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. A felvételre és az azt megelőző próbákra visszatért Japánból Szolnokra a város főzeneigazgatója Isaki Masahiro. A koncert eredeti programja nem változott. Mozart 3 D-durban íródott zeneművét tűzte műsorára az együttes. Elsőként a szerző 1787-ben bemutatott és azóta világhírűvé vált operája, a Don Giovanni nyitánya csendült fel. Ezt követte a Prágai Szimfónia néven ismert alkotás, amely a zenetörténészek szerint Mozart késői, letisztultabb stílusú korszakának első darabja. Az előadást a vidám hangvételű Hafner Szimfónia zárta. A műveket teljes hangszereléssel, ám csökkentett vonós karral adta elő a zenekar, ezt a helyszín adottságai és a járványügyi előírások egyaránt indokolták. Az együttes vezetői törekszenek arra, hogy a korlátozott lehetőségek ellenére, ha nem is egyszerre, de a zenekar minden tagja kapjon fellépési lehetőséget az évad következő koncertjein. A tervek szerint ezek mindegyikéről televíziós felvétel készül, egészen addig, amíg nem játszhatnak a közönség előtt. A következő februári előadáson kamarazenekari műveket mutatnak be, a márciusi Anzixon pedig szólista szerepkörben is hallhatjuk a zenekar egyes művészeit. Erre az alkalomra ismét visszavárják a karmesteri emelvényre Isaki Masahirót.